Na szevasztok fiúk, üdvözlök mindenkit a legújabb vlog videóban, jó reggelt mindenkinek! Az egy maradt tetán, túrul is hiányzik egy, az a múltkori ez. Úgy el kell most menjek reggel korán, most mondom, még jó szállat, meg a csizma rajtam van. Kell vegyek két ilyen lefogott a vasot, mert már két kaparó híja van. Nézd itt van még. Hány óra? Ha mire bejegyek, itt van, lesz már 3-4-8. Jelenleg amúgy szeptember másodikon van szombat, vessük a repcét nagyba közbe. Hát most tavaly kell játszunk. Nincs rá, hogy én mennék mindjárt kifele már. Igen, már erre én kapva nincsen meg ilyen. Hogy nincs csinálva, csak ott van az izéj. Túrú bevetetted a fejé oldalt, más vektált. Még addig is, addig vettem azt, míg jössz. Hát azt mondom. Én csak erre ilyen kapva nincsen. Igen, letőrt. Igen, mondjuk, hogy megépett már le, hogy jön. Minden is, az a felfelé, hogy tudjon befogatni oda. Megnézem én akkor ezt. Valamilyen típusú. Na úgyhogy fiúk, most a reggeli munkálatok itt vannak, most apja elment üzemanyagért, mert elfogyott minden üzemanyagunk, és most én is elmegyek, veszek erre két ilyen lefogató vasat. Úgyhogy most lesz egy külön kombinátorozásos valód, meg majd Csabi, hogy hoz nektek majd. Csak a vetés is fogod egy ilyen bitangot, érted? De ha nem lájkoltam, most akkor nem csinálok. Már a lájkot lég lenyomva, meg a... Ez a vlogot elég fogja látni, mint a tiédet szerintem. Azért mondom, hogy... Hogy komment bírjátok meg, ha nem, akkor nem teszem azt a vlogot, amit ez művelt. Ezt a labda szedély, csicska. Minek nézek most így edélyt? Ilyen. Ilyeneket lehet, láncszemeket, érted? Miért tudom, mit lehetem még, azt nem is mutattam. Itt csak innen. Pontsik egyen. Vedd már ki onnél minden, mert ott a gyűjtőláda. Ez lehet, hogy milyen ki. Ez az aranyok. Nézzétek, tárcsak a... Ez sem már maga fej. Ez nem milyen ki. Ja, még lehet a lúba ki jó autó. Jó. Lígyen, a lúba dolgoztak. Na, eredj akkor befele, székézre. Na meg, akkor már is ott jövök én. Most akkor mindjárt jövök a folytatásra, fiúk, vissza egy pár perc. Nektek egy vágás csak. Na, mindjárt jövök. Na, a minőség rosszabb lesz, fiúk, de most nincs mit csinálni, mert másik kamera nincs meg. Itt van a kaparó Csabinak. Hát el van tőle egy kaparó nekik, meg vettem új kapákat, hogy a gaz vágja ki jobban, mert... Le, vedd csak ki. Cseszek még egy sorra olyan kapát, hogy nekem jó vágja ki azt a gaz, normálisan, hogy ki kell vágni. Ilyen csináljuk már. Hú, oh, ez gúz, te akarsz menni. Te mi? Azért mondom. De menjél már. Na, azért vettem ezeket, mert hol ez... akarod tenni? Ide, erre. Melyikre? Még egy sort ide. Középre? Ki találtad? Hát, hogy normálisan vágj ki nekem most csak az... Elfogsz ezt fogod eltörni? Hát, elős a tördelt, elős ilyen volt már. De helyett. Valamikor a szántárban meg eltöröd. Mikor már először csináljuk. Nem a... De most ezt kell, fiúk, mert jobban... Ezt kell elő. Meg ha ide is teszek még egy sor ilyet, hogy még jó vágja ki a gaz. Mi csináljuk, hogy gyere, most meg evel játszó. Evel, kell hozni a gépet, 17-es felje. Akkor miért nem hoztál úgy soha? Hoztam, itt vannak. Várj, már hány van egy sorban? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Az a göcsbe törte? Na, jó, az a kamera, mert a másik nincs meg. Akkor ami eltörik, el lesz törve nekem, várja ki azt, az normálisan az a gép. A traktor bírja. Az a kis kaparó nem vágja úgy ki, ahogy kéne. Már mindjárt összeveszünk ezen a szaron. Korán, reggel. Látok csak akkor. Viszek fix 19-est. Gépre 17-es. 19-es, de hon a gép? Lecserélem én azt ripropra. Fogjon meg. Fejébb kell egy kicsit húzod. A hely. De van, nem tud meghúznarasztni, vagy nem? Nem van fixed. Nem térsz oda. Csak ha van olyan fejű, csukló fejű. Itt a fix. Na fiúk, Dani szerel. A fiam szerel.
Ez mert elhagyta a kapákat, annyira hajt. Ez a, hagytam el. Ez a muki fejű. Ez a szélkalap annyira hajtja. Annyira hagyja ezt a traktort, hogy elhagyja a kapákat róla a fejét. De ez így működik mi nálunk. Nem mondtam neked, hogy ezt szórjuk. Ezt akarja az a gyermi. Szórjuk szíjjel az a kombinátor. De nem baj. Húszoltam szíjjel. Majd meghúzom még inkább, vegye úszt el. Hát ezt húzod már akkor. Megfele. Vedd le a kapát. Nem, az kell, előül az van. Azért tettem ide azt, hogy itt innén maradt azért tegnap. Jó, meg kell húzni, mert... Na jó, lesz már. Na gyere, fogjad, majd cserélem ide fele a... Nyitek, hogy izgalomba van már! Na fiúk? Eddig nem izgultál az imén. Azokat ne lökd, de... Úgy csavarokat egyszer. Csak tedd rá az anyát. Jó lesz személy. Tedd oda a fejre, majd elrendezem, én ráérök már. El fogok kivágni nekem normálisan. Jó fiúk. Te ne szólj bele. Jó. Ami szít szakad, szít lesz, de nekem a gaz válja ki. Jó. Majd meglátom menni kötőre. Most lehet nem szakítja ki, mert lehoz már dolgozva, de... Hát akkor majd levesszük. Jó, húzd meg! Kezdve veted oda? Jó, elszakította az ujjadat. Elszakítottad. El is van. Tényleg, hogy itt állsz, ez közsbe. Jó fiúk, defekt lett. Ne idejétek meg. Hát nem lehet adott, amikor tekered le. Elbasztam az egész ujjamat. Tényleg, szanitálsz, hogy behúzod, aztán majd meggyógyul. De ezt tegyél, erre feltételni. Feltételni már szesszel, le? Akkor biztos, hogy ilyen hullok. Az nem baj, ha cíp, nem megkibírod. Fúvod, rögtön fúvod. De muszáll lefeltételni. Muszáj. Hát hogy ne? Kiugrik a húsomból akkor. De hogy fúod! Közben! Tartsod inkább a cseppet, semmi bajod nem lesz. Hadd menjünk. Tartsod ide, fiam. Ó, de fáj, te drága, jó Istenem. Kezelik a fiamat. Jó, de csak ezt ki. Itt kezelik a drága gyermekemet. Semmi bajod nem lesz. Hú, nem még jobb van. Nem szorítsuk annyira. Lett egy babád. Fiúk, jön a kis szerelő. Hát tedd oda a kezedet? Most hogy jönne? Várj. Sose tedd oda... Vagy leveszem én fogjad. Úgy bánat, egyél meg! Na jó, van ez most már nekem. Ez már nekem máma megint bejött. Na, tehát az új csavarra, ezt az új kapát. Ezt? Hú, anyát nem vettem. Az alul is akarod? Kéne, majd ha begyújtunk. Most már hogy fekszek le, hogy összetörtem az ujjamat. Tehet oda felül is, mert ott is leszettem már. Hogy megy ez? Ha úgy. Így. Belehúzza, ne félj. Na jó, fiú, majd ha lecseréljük, jelentkezünk. Mert nem tudok videózni, most már éppen nem, hogy fél kezem összetörtem. Ezeket mindent feltesszük rá, azt majd utána majd jelentkezek, vagy a határon, vagy majd meglássuk, mit jön. Addig is. Lájkot dobatok erre a defektes ujjamra. Na, feltettük, fiúk, az összes, ami volt. Hát 10-et vettem, nem lett elé, 12 van egy sorban, de azt hittem, hogy csak 10. Ott kettő középül kimaradt, de már ezek itt sokat fognak várni, pont a keréknyomban van. Tettem el is a kettőt, meg túrul is még.
meg itt felül 3-at, túrú 3-at. Feltettük, ami elmaradt, kapa is, minden, úgyhogy most már... Mehetsz ki fele. Kell mennyi, én szerintem javul. Úgy Zeus. Ja. Miért tetted oda az ujjamat? Ezt vigyed Csabinak, hogy hova tegyen, viszél majd én. Azt kéne vigyed Csabinak, hogy tegye fel ezt is. Én most nem meg azt mondtam, hogy kell itt a múlva. Na, jó van, akkor majd... Beteszem az autóba. Majd jelentkezek valamikor, fiúk, most megyek kifele, mert... Kell csinálgassuk lefele, úgy Zeus. Na hova mi most akkor? Ha megyek befejezem itt a kis darabokat most. Na jó, Eri csinál, hogy mindjárt behúzni. Na végre fiú, van már kamera, oszta már az öreg. Volt úgy dugva, nem lehetem ott. Azt mondja, hogy anya széken van. Széken. Hát nem ott nincs tükbe. A rongy alatt. Hazajöttem. Hát direkt elévettem a másik kamerát. Adjad neki. Te hova te reggeltel itt nekem, mikor majd most jöttél ide? Kerázad! Mi is? Kerülsz egyet-kettőt? Nem, mert szíjelvelem a traktor, mennyi? Te! Na hova vetkeztél, amikor már a nap se fog? Már úgy lefogod. Mit csinálsz? Menjek veled egykül. Na fiúk, nem volt kamera eddig, mert azt hittem Csabinál van, de mégse otthon volt. Mit? Na jelentek, mutassam meg, hogy miért kellett rá az a kapu, mert az öreg okos volt otthon. Fiat lájkot! De látod, milyen okos volt otthon? Ezért kellett rá az a sor kapu, mert miért csak mennyit tesz, látod? Hogy a gazt vágja ki! Lássátok, fiú! Ezért kellett ez a kapu sor ide. Jó, vágja ki a gazt! Egyet kiszelve nem tudtam, hogy kilőtt a felszolát. Na menjünk akkor! Most én hova ülök? Ezt mondom én. Tudod volna helyed, nem? Anyámba. Te, hát ez az ajtó mell, mint a baj. Hát ez innen így jelenged és becsukódik, te. Ezt nem rángatod. Hát ez olyan, mint egy baj ez a traktor. Nem kezd még egyszer, kell. Csinál még egyszer. Meglássuk. Na fiú, akkor itt vagyunk a fedélzetben, a defektes ujjommal már elintéztem magamat. Az ujjom is le van defekte el most már. Hogy jó, itt jó a fő. De akkor minek csinál még egyszer? Ha jön az eső, hogy leveri. Nem itt van a baj, hanem az alsó végét, a múlkon meg kellett, hogy csinált kereszt, mert tiszta orvos, ne felpás. Jó lesz az. Ott meg hagytál nékem a normókat, mert a múlkó, az öreg tudja, hogy mit csinált? Húzta a fődet, az nem öl, nem öve egy kicsit meglökte volna az elejét, hanem mit csinált? A gomba felemelte, két méter múlva lelökte. Tett nekem oda egy másfél méteres fejükupacot. Hát nem tudta, hogy működik, meg kell tanítsuk. Húzza ez, viszél maga után, van itt túl erőjük. De meg kellett tanítsanak, mert nincs, nem értették hozzá. Nincsenek semmi baj, nem fújtottak el a motor, csak adjad neki, kerázat. Jaj, itt milyen rossz ember. Csinál kerázat. Nem lehet benni, mert szerint a széjjel húlít tök, az egész gép. Hát ezzel nem lehet menni gyorsan, ott még... Azon hiába, mert ma úgy se tő rajta többet, az a helyzet. De sokat csinál, hajt. Hát ezért kellett dolgozni idejébe, mert ha nem dolgoztuk volna, nem oda kapta a göringet a kvédéhez. Oda kapta egy kis piszlóba. Akkor nem dolgoztuk volna le, itt most nem is lehet semmit csinálni. Kis piszlóba dolgozni. Hát ott lett egy köcs. C-be megyek csak, mert az osztig elég itt, mert én nem tudom, hogy ilyen szar itt ez a fő. Most ez a legrosszabb még eddig, amit csináltam. Figyelj! A többi sokkal jobb volt, de hogy? Ezt látszik, te dolgoztad le. Kis ajánlát, hogy beölő a munkát. Benagyoltam. Hol mi már? Hát megcsinálom majd, még ez a miénk. Miért nem a nagy dombot lefele csináltad, fiú? Úgy se tudok menni lefele, se gyorsabban rajta, mint felfele, mert ezt ilyen húz. Nikodi nem megy. Megy el, te ilyen kettesnek. Nem kell nekem, csak kérdeztem, megy. Ó, hát ott van a fogsénál olyan fölgyelet, de ott is meg van csinálva. Kétszer. De a hogytlágot nem csináltad meg, a petkét. Tudom, hazafele meg megcsinálom. Jó, beleül ez egy. Hát ezután belemegyen, jól. Még megfogja ezt is, van a hum. Úgy belemegy ez a kombinátor, főleg hát ezekkel. Hát a teli C2-vel jelre fel. Hát ez a dupla sor, nagy kap a fiúk, tudjátok, hogy miért jó kivágja a gazd? Ezért akartam, csak az öreg mód is okos volt, hogy eltörik a fog. Még hány zene egy se tört el, még azelőtt év. Már hány év használjuk az első soron?
Már évek óta rajta vannak azok a papák. Már elkopott az, az is olyan nagy volt, mint most ez, amit most tettem rá. A viszi ez a nagy csühes. Hadd várj ki, mert négy, mert az a helyzet, hogy ellepte a gond. Így fel, már mondja, de el ne felekedik, tegye bele a Lomberto. De ne nézd, azért nem mentem már túl, mutatja neki állapot. Beleteszi a híja fel. Igen, hogy ne felelkezik-e, tegye bele azt a sárk magot mindjárt. Nézze meg a gépet. Azt... Hey Siri, Kálin Csabi. Úgyhogy fiúk, vessük jobbába a repcét. Ha voltam Csabinál van a kamerámban, azt most mondom, egyikénél se lesz blog, se ő nála, se én nála, hát akkor mi lesz? Akkor lehet a doktorban, hogy te telefonjál, biztos is. Biztos nem is tudom. Beleteszi, ja, majd ha akarja, ott lássott a zsákmat. Azt te beletette. Na, majd mindjárt, mikor beül, megpróbálom. Jó. Ő túl jó fegye van? Nagyon jó. Jó itt is. Kétszer csináltam, hely. Azt túl látottak, hogy ott szartam, amit rád rendettek, milyen gazdas volt. Na, olyan lett, lesimítottam. Ilyen traktorom van. Mit van? Jövő vele dolgozni, he? Kivettem képet neked. Klímából. Dolgozzál. Motorázottam neked máma. Tannak kipedáztam mindet. Szeretem, belit úgy láttam. Tannak megette. Hamar szereti. Tannak ledolgoztam áhelytársokkal, több mint 20-at. Plusz ödöt dolgozom. Hát az két nap, az 12 hektár. A Nyíresen. A Pancsikai hegyen. Ezt is üzd le még egyszer, fiam. Ha van motorinálda, van abban úgy látom, hogy én a négyet. Üzd le még egyszer, ha van ide. Az abban ilyet nem jó otthon, nem jó az ott. Igen, nem baj, csinál le még egyszer. Az... Ahol lefelé jók, hogy jó, mert dolgozni C4-et, de felfelé nem tudok menni C4-et, nem bírja felfelé C4-et. Nem bírja, úgy beleül ez a kombinátor mostan. Mondtam neked, hogy megfogja majd az a kapát. Még 150 rút is megfog, hely. Hogy ne fognál meg? Hát lefelé milyen jó fügye van. Eddig nem fogta meg a másik kapákkal, most az a kapa sokat tesz. Hát ez amikor, talán amikor beleül egy olyan hotyá kapa, csak fog a motoron. Fog is, meg jó belem. Hát lefele, úgy tudni menni felfelé is. Hát meg jó úton van itt arra, én meg olyan, mint a Mont Everest. Az a C2-t neve, C1-e? Ahogy kívánja. Ah, C2-t viszi. Itt 10,8-a felfelé és itt simán jön. A C4 az már gyors neki itt. Van már egy pár száz hektár ebben a kombinátorban? Mi? A kombinátorban már van egy pár száz hektár. Veszünk a télen, fiam, egy kompottól, vagy hát, valamit, hogy egyszer elmegyünk, akkor egyszer csináljuk meg a fölnyitottot, mert tettek. Hát ezeket egyszer csinálták, látom ilyen. Nem baj, ha lassabb van még. Látod, négy, meg a... Hát egy kompaktoron van 5 henger, meg megkorálkozok, meg annak súlya van, hány tonna egy kompaktor van, vagy 3-4 tonna. Nem fi, nem viszi a sebességgel, majd. De kicsi sebességgel nagyon leadja a ló erőidet a traktor, azt vettem észre már. Ilyen jobban lehagyja, mint 10 felett nem is dolgoznak traktorral nagyon, 10 valamennyi kell. C-be a legerősebb ez. Vagy B-be. Erős a traktor ez. Na most már hívja Dupla bácsi. Úgy majd el ne felelkezik, víz a repülőt. Hey Siri, Kálin Csabi. Most sincs jött a meg át. Az énnek a sziszer. Akkor kihívod, mikor vett? Hát azt mondtad, vett. Hát a komment a traktorra, ha már meg ott van. Biztos, hogy nincs is a biba telefon, hiába indul. Mikor látod, hogy megy fesz, akkor hív. Nézd, lehet, hogy milyen teszi vele. Minden percen. Nem tudom, akkor. Nem tudom, mit csinál, Geve, csinál, még egyszer ezt. Úgy sem azt mondom, hogy neked jó legyik. Meg az idejére jó legyik, ahogy te akarod te. Szerintem van magány. Hát csináld akkor itt. De a keretbe csináld nem jó nekünk, de hogy... Nem jó vetni. Jó vetni.
Azért innen is felfelé a hófő, ugye itt lefele van a kéne még, mert nincs csíkosan lassan jövök. Akkor meg mi van vele, ha jössz még egyszer vízonyat? Hát ne enged akkor a miért, nem menj meg egy kicsit az előtt. Úgy vigye könnyedbe. Hát lehet, hogy csalni egy kicsit a gépbe, tudod, hogy csalni. Nem szeretek csalni. Hát akkor mit tudjak én vele csinálni? Így belengedem. Direktbe hozt 6 szavig. Akkor meg beenged a direktbe. Nem állt ezt, hogy csinálok egyszer sem. Csak nem, hogy levárja az ideje, hogy jön egy idő. Ezek itt emberi, az is van, mint a hamu. Túrva nyilván mélye, ugye lett még te. Levágjuk jövő héten, megbeszéltük anyától. Tennap nézted olyan nagy már? Hát nem, nem tudom milyen nagy, de jó, elég jó. Jó, még benne a klíma. Hát mi az Isten nézettem csak? Csak azt néző, hogy jöved. Ha nehezen elé meg a szeretsze magot. Kameraszög, remélem fiúk, jó. Én máma nem ettem. Te ettei? Biztos jól laktál? Jó, húsa. Hát hogy ne, én nem is ők éjjene. Már kibírod, most már nem lesz semmi baj. Hanem megyünk azért haza enni. Most Csabi várja, hogy is kéne, akkor vesse már. Itt eljön először. Csak a nagy darabot, ide hozta a magot. Ja, az autóban benne van a mag? Minden benne, mindenek. Na, lögjék ki akkor. Hagyjad meg azt a... Lássad már egy füstökárból a gépből, hogy egy kicsit akar dolgozni. Ne aludjál benne. Nem jön a fúfűst. Mi meg, hogy beteszi nekem azt az ajtónak úgy, mert mint a vaj. Úgy, fiúk, megy a munka ezerre, nyomassuk neki, amit lássátok. Ez itt mondom, hogy 5 hektáros távol, itt már voltak ló végében, itt mézposzolódás, meg már sok minden volt itten. Túl az a 6 hektáros, szórtam műtrágyával a tegnap, azt láttátok már azt a vlogot. Van volt, mint a gyepszőnyek hely. Kétszer megkombináltoroztam, négy, tehát most a szál nincsen, főtt meg olyan, mint a hamu ottan. És csak ugyanolyan lett az egész tábla, mint a hamu por. Nagyon jó magádja van. Hónapra mond valami esélyt, hát ha lesz, kell az esély mindig, de na meglássuk milyen lesz, hát van emberile, mindenkivel. Na közben errébb kerültem már, fiúk a nagy domnál. Fiúk, ahhoz képest, ami nagyon-nagyon rosszat az a nagy dom, te olyan jól megtöri, ezért kell ledolgozni előtte egy hónappal vagy kettővel, mikor learató. Egy hónappal ugye, ahogy learató júliusban, már le kell dolgozni a földet, mert nekünk muszáj, mert nincs más gépünk, de így tudjuk megoldani. Na lássátok, itt vannak ilyen ormok, amit az öreg itt hagyott, mert nem jól emelte meg. Amikor húzta, akkor kicsit kellett volna ebből a csúszkával emeljék, hogy ne teljesen felcsak egy kicsit, mikor elhagyja a földet, akkor leengedni. De már megtanítottam még közben, mondtam még, hogy kell, jó, azt hitt élve megemelni, nem volt megszokva véle. Itt vagyok a nagy Montércen. Milyen dom vagy, így mi jó megtöri, te még itt olyan rossz veres főd, aj ember. Ó, ezt egyiket tőlem új fel, mert meg se érzi. A másikkal egyese, vagy lassan egyese jöttem itt elfe. De így tűnik mi jó megtöri, hoppa, oda akadt egy görény, nem lök egy jajon. Lehetne, most. Marad még, hogy 3-4 kerülés ebből. Nem az, hogy kikini meg. Ez itt jó dom, fiúk. Így mész lefele, csak nem jön át kamerán, de ez tényleg jó dom. És nyitek meg alig van, alig marad egy pár görény. Ahon eljövő. Jó, fölgyelezte. Jó lesz az. Nedvességi van benne, lássátok? Nincs kiszáradva mostan, mert le volt tömörítve a talaj.
van jó bevet, minden nedvesség benne van a földben már. Nincs kiszáradva a talajunk. Volt mikor ez a dombéc, ez olyan rossz volt, most se jó, de most jó megtöri, hogy jó, akkor meg volt szántam, meg van írva a fő. De még mindig van egy nagy göringe, ami nincs megírva. Volt olyan rossz volt ember, ó, vetőgép, azt hittük Szijelhú rajta. Ha hogy jártam itt tegnap? Jövő felfel a műtrászavra, meg volt rakva. Hát mondom, nem szavarom itt, csak majd mikor majd fogy. Még mondom, ah, 3-4-ig van, mondom, jövök, most már biztos feljön. A utasim, amikor Dombérchez értem, felkapta az elejét. Jaj, anyu, mondom, mi lesz itt? Olyan, azt tudtam, hamar leengedtem a műtrászavarot, egész leengedtem, én meg hamar elfordultam jobbra. Kicsit jobbra. Most sikerült azt feljönni valahogy. Volt még a műtrászavaróba jól. Meg volt rakva, hogy meraktuk a túlomon, amikor átjöttem ide. Hoztam ide, sokat benne nagyon. Veres, itt olyan jó szokott lenni, mindig ebbe a vetemény, itt ebbe a veresbe. A kuplungot nem is szoktam használni, nagyon ritkán. Olyan jó, úgy vált az a traktor, nézzük, hogy lököm előre, úgy vált, hogy úgy indul, meg se érzem. Kuplung nélkül, nem szoktam kuplungolni. Úgy vált magától, mint a vaj. Ha ellenem már kopva a traktor, akkor nem így váltana. Meg se érzem, olyan simán megyen előre hátra. Nagyon szép, a vaj. Megyen szépen. A szereg azt hiszi, napozik még, mikor már úgy le van, már nap se fogja. Hova napozna már? Én pucéron vagy itt. De hiszem, nem tudok itt jönni lefele olyan gyorsan, azt hiszette, hogy új mehet. Jó lesz, ha be lehet azt vetni, ha lenne jobb fel, hogy nem kell. Milyen jó, mint a hamu. Na, közben az van, hogy csak kétszer csináltam meg, mint láthassátok. Hamu lett. Azt mondtuk apjával, hogy csináljuk meg kétszer, hogy biztos jó legyen. Hát így most már biztos jön. Amint a korpa fiú, kétszer megütöttem szépen. Nézd itt a kamerán, nem tudom átjön vagy nem, de remélem. Úgyhogy már itt van Csabi is, még a fendi végét felhúzom kétszer. És akkor ennyi. Még van egy 30 áré nekem, hogy meg kell kombinátorozzak, azt lehet felejtsen, mert tanap is elfelejtettem, már eljöttem ott, akkor is elfelejtettem. Hát igaz, nem pont ott jöttem el egy utcával arrébb, de hazafele megyek, már el ne felejtsen már, mert biztos nem megyek vissza, megint elfelejtem. Az utolsó tábla. És akkor ennyi a repce magágy előkészítés. Be is fejeztük. Két nap. El is vetettünk két nap. Hát még a vetés nem, mert még van egy pár rögtár Csabinak mára, de hát ha már máma, akkor el is tudja vetni. Itt felhúzom kétszer ezt a végét. Szépen belöketem. De milyen fölgye van helyen. Korpa te! Úgyhogy írjátok meg kommentbe, hogy ti hogy vagytok. Hogy álltok a repcevetéssel. Meg mindent. Majd Csabi elmondja, hogy miről, milyen repceit vetünk, meg minden. Én most ezt nem mondom el ebbe a vlogba, mert nincs mi. Ez most csak egy ilyen talaj előkészítés a repce alá, úgyhogy röviden, tömören, mert nagyon dolgozunk is. Rajta vagyunk az ügyön, hogy legyen minél hamarabb a földbe a repce. Habár tavaly vetettünk még szeptember 15-én is, ami nagyon jó volt, még jobb volt rám, mint ami nagyon korán vetettünk. Nem minden évben feltétlenül a korai a jó. Szóval... hát most az a szeptember másodika szerintem már nem az a korai. És úgy látom, mindenki vett, hogy nyomja el fele, mint a franc. Ott a hely a földbe. Kap majd a jó, hogyha megáztassa még.
kisebb a veret, addig milyen jó főgyelette. Jó volt, hogy lehúztuk akkor. Hát úgy kell. Voltak azt mondta, hogy minek lesz annyi eső, nem kell azt lehúzni. Aha. Most szopnánk az ujjunkat, most nem tudnánk semmit csinálni ennyi esőt, nem mert van szél az a nagy göringek még. Szerintem ezt nem ázott van ennyit ülát, ettől a húz tehető. Nem lett van olyan jó. Hogy nézek ki el az ujjommal, ember, most rölkedtek volna ember, de ez én balfaságon volt ember. Mi a fené nyújtam én oda, amikor pörgött az. Nem tudom, mit akartam, hogy megkapjam hamar. Na, a reflexből gondoltam, megfogom. Ez én balfaságon volt, tehát ez van. Na ennyi, szerintem nagyon jó felügyelet. Ebből, ha nem bújik ki, még eső légy, és ez tiszta pól. Itt, milyen fölgye van. Korpa. Kis pól tudok inni, hogy... Így, né. Meg is állok. Parkoló. Kikapcsoljuk az elejét. Hangot. Kemény hangja van, fiú. Nagyon jó hallgatni, amikor aszfaltul meg, kinyitom az ablakot. Na milyen lett, jó? Nem kell többet tenni? Nem. Na hát fiúk, ilyen lett a magágy. Én szerintem korpa. A szomszédése jobb. Nézzétek milyen hely. Van magágy. Gyönyörűen jó, meg van. Nézzétek az egész tábla ilyen. Kész, már csak oda megyek a petkeire, hogy nem maradjék ott már az a kis darab. Annyi van? Na akkor egy csinálom. Na fiúk, ez a vlog ennyi. Itt volt az öreg is, már itt okos volt. Lehetek jókat, tetszett, dobottak a lájkot, komment, beírjatok véleményt, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok. Itt az öreg azt mondta, hogy minek arra az a kapalás, hát akkor jó, értelme volt a kapálnak, mert a gaz kivágta jobban, okos. Na, majd Csabi jelentkezik tovább, lehetek jókat, én Dana voltam, szevasztok!